ilyen hosszú most a reggel. Csak a szív kalapál az agynak szörnyetegekkel. Csúszik az idő a kezeim közül, amitől éjjel még féltem, reggelre összetömörül. Jó vagyok, egész nap. Vendégem Nagy Barnabás, a zenekar frontembere. Szia, Barnabás! Szia. 2 éve jelent meg az első nagy lemezetek, és most dolgoztok már a másodikon. Hogyan állnak a munkálatok? Így igaz. Voltunk most nemrég stúdióban, amikor ezt a dalt is felvettük. A lemez egy harmada nagyjából, azt hiszem, igen, az már felvételre került. A maradék 2/3 pedig a próbateremben van még most is, és gyakorolja saját magát, és írodnak. És mikorra várható, hogy teljesében, majd egészében hallhatjuk a lemezt? Hát remélem minél hamarabb, tavasszal mindenképpen szeretnénk, ha ez megjelenne. Nem rajtunk múlik, úgy érzem. Az az érdekesség ennek a lemeznek, hogy míg az előző teljes angol nyelven íródott, viszont ez teljesen magyarul lesz. Miért döntöttetek amellett, hogy akkor magyar dalokat vesztek elő, vagy hát magyar dalokat fogtok írni? Hát az annyiban nem volt tudatos döntés, hogy nem voltam erre így egyáltalán ráfeszülve, hogy nekem magyarul kéne, hanem ahogy elkezdődött a karantén időszak, akkor én leköltöztem haza vidékre, Ceglédre, és akkor ott valahogy olyan hatások értek, vagy én nem is tudom, hogy egyszer csak elkezdtem máshogy gondolkodni így dalszerzés tekintetében, aztán így elkezdődtek ezek a dalok. De mégis milyen hatások értek? Esetleg hallgattál olyan zenekarokat, akik mondjuk inspirálóan hatottak rád? Hát igen, igazából egy konkrét dal volt, amit ez alatt az időszak alatt sokat hallgattam, ez a Hiperkarmának a hirtelen akart, a Jó szerencsét című dala volt. Igen. Egy ilyen nagyon meghatározó élmény nekem, azt pörgettem folyamatosan, meg az Elefánt zenekart hallgattam rengeteget, minden lemezt, aztán belőlük táplálkoztam. Mennyivel könnyebb egyébként magyarul írni a dalokat? Mert gondolom, van benned egy olyan érzés, amit lehet, hogy kicsit könnyebb átadni magyarul, mint angolul? Hú, hát nem mondanám, hogy egyszerűbb, mert nyilván az angol nyelvben azért egy sokkal hát egyszerűbb nyelv, tehát a magyarban viszont a nüanszok nagyon sokat számítanak szerintem, hogy sokkal több a variációs lehetőség, ezért kicsit meg is nehezíti ez a folyamatot. Mesélj egy kicsit az imént hallott első magyar nyelvű dalotokról. Hogyan született meg ez benned? Mi inspirált? Hát ez a dal egy befröccsözős nyári balatonszemesi hajnalban született, amikor így egyedül maradtam, mindenki elment aludni, aztán én így kiragadtam kicsit így a nagy magányomban, aztán pont elkezdett esni az eső, és ilyen nagyon, nagyon ihletett állapotba kerültem, meg voltam is már. Aztán így leírtam a szöveget, gyakorlatilag úgy, ahogy van, aztán másnap meg a zenét megcsináltam le délelőtt, aztán a zenekarral a többi részt is kész is volt. Mennyire személyes ez? Mert hogy itt az elején mondtam, hogy nekem azért ez szerelmes dalnak tűnik. Szerelmes dal ez? Igen. Hát a plátói szerelmeimnek írtam valahol. Egy telefonbeszélgetés után voltam, aztán így elgondolkoztam, hogy most akkor mi is van. Fájdalmas téma, látom itt a szerelmi téma. Nem is nagyon kérdezlek itt a plátói szerelmeidről, mert itt még elpirulsz a végén. Hol vettétek fel ezt a videót? A videót azt Pálkövén készítettük a Balaton északi partján, és a basszusgitárosunknak, Benedeknek az egyik rokonnának a hajóján forgattuk. Veressanyinak is köszönjük szépen ezúton is a délutánt, meg az egész napot. Gondolom hatalmas élmény volt, Barnabás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm.